A legnagyobb tűz május 6-án Zalaegerszegen volt, ahol egy társasház földszinti lakása gyulladt ki. A lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek, így összesen 800 négyzetméteren pusztítottak. A tűzoltók a rendőrökkel közösen akkor 49 embert és 2 kutyát is kimentettek a lángokból. Ugye sajnálatos az is, hogy több mint 163 tűzoltóautónak kellett vonulnia ezekhez az esetekhez, amik egyébként nagyon könnyen megelőzhetők, és a tűzoltóknak több mint 20 órájába telt, hogy ezt a közel 90 esetet megfékezzék. Ugye a 2 halálos eset kapcsán is indult tűzvizsgálati eljárás, és emellett még 6 esetben, tehát összesen 8 alkalommal indítottunk lakástűzzel kapcsolatos tűzvizsgálati eljárást. A lángok legtöbbször kéményben, konyhában, illetve a hálóban csapnak fel elsőként. Intű jel, hogy a 89 érintett otthon egyikében sem volt füstérzékelő. Szabadtéri tűzhöz több mint 90 esethez riasztották a hivatásos tűzoltókat. Mert 2 megsérültek, és szerencsére eddig, és ezt talán reméljük, hogy így is marad, ezúttal ebben az évben nincs halálos áldozata. Az előző 2 évben viszont volt szabadtéri tűznek Zalában. Nagyon egyszerű itt is az, hogy elkerülhessük ezeket a problémákat, hiszen most jelenleg Zala vármegyére nem érvényes, tehát nincs tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehet égetni, de csak ott, ahol az önkormányzati rendeletek ezt engedik. Ahol nincs ilyen rendelet, ott abszolút nem lehet égetni. Szénmonoxid miatt 49-szer hívták a szakembereket, akik 21 helyszínen ki is mutatták a mérgező gáz jelenlétét. Ezek során 2 szenvedtek sérülést. Kósi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a szénmonoxid nyáron is fenyegető veszélyforrás.